Főtisztelendő, Rövános Atya, nagy tiszteletű úr, polgármester úr, igazgatóasszony, Krisztusban szeretett testvéreim! Itt a mai napon, Tason, az ünnep tobzódását éljük át, hiszen ez a nap már a mi naptárunk szerint Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepe, ami itt is áll, hiszen a liturgiában, a zsolozsmában arról elmékedünk, de ugyanakkor e templomnak a védőszentje, a három napkeleti bölcs, akinek csodálatos ábrázolása engem mindig eltölt, amikor idejövök ebbe a templomba, hogy Róma bármelyik templomába behelyezhető volna ez az oltárkép, most már védettséget élvez, hála Istennek, és ez a templom 200 éve épült, annak a vicenterumjának, az ünneplés kezdetének az ideje is ez a mai nap, hogy 200 évvel ezelőtt építették föl a jelenlegi templomot, de minden bizonnyal volt itt, és tudjuk is, hogy volt a középkorban is már templom, hiszen ez a hely nevében viseli Árpád unokájának, Tasnak a nevét, és hát tudjuk Szent István törvényeiből, hogy ő elrendelte, hogy 10 falunként építsenek templomot, már pedig ez egy ősi település volt, tehát ide egészen biztosan a kezdet kezdetén templomot építettek keresztény eleink. Hát micsoda a templom, milyen épület számunkra. Azt lehetne mondani, hogy valamiképpen egy Betlehem. Ugyanis az a Betlehem, ami befogadta Jézust, az a betlehemi szállás, az egy rövid időre szolgált nekik lakásul. Annak egy mintáját készítette el Assisi Szent Ferenc, hogy a nép átélhesse újra a karácsony üzenetét és örömét, és ezek a betlehemek bekerültek a templomokba. Hát van olyan templom Dunántúlon, Vörsön, hogy majdnem az egész templomot kitölti a betlehemnek az ábrázolása. De hát, ahogy említettem is, minden templom ugyanazt fejezi ki, mint az első betlehemi barlang, jelen van Jézus, és ott találkozhatunk vele. Találkozhatunk, és ahogy a pásztorok vagy a bölcsek a találkozás után nem zárták magukba, amit láttak és hallottak, hanem híresztelték, így jutott el a hír aztán szerte a világba, nekünk is az a kötelességünk. Itt ezen a csodálatos szép oltárképen az egyik napkeleti bölcsre vagy királyra a kis Jézus keresztet rajzol, mint egy megáldva őt és elindítva. Az elmúlt nyáron érsek vadkerten voltam egy szentmise bemutatásán, és fölhívta a figyelmet a plébános, hogy menjek el a falu egyik részén látható egy olyan kápolna, amit úgy tartanak az érsek vadkertiek, hogy a búcsúzó Jézus kápolnája. Azt mondta, hogy egyedi Magyarországon. Hát valóban egy nagyon szűkre szabott kis épület azt ábrázolja, hogy Szűz Mária búcsút vesz fiától, vagy fordítva is mondhatjuk, Jézus búcsút vesz az édesanyjától, és
elindul, hogy hirdesse az Isten országát, és ott a háttérben ott van a három napkeleti bölcs. Tehát a felnőtt Jézus ott áll, még utoljára megfogja édesanyjának a kezét, elindul, de ott vannak a napkeleti bölcsek. Hát egy igen jó didaktikus ábrázolása annak, hogy azok a bölcsek, mint ahogy Nazianzi Szent Gergely mondta, ők voltak az utolsó pátriarkák és az első apostolok. Az utolsók, akik beálltak abba a sorba, akik várták Jézus Krisztusnak az eljövetelét, találkoztak vele, és aztán nem tartották magukban azt a hírt, amivel ők ott találkoztak, hanem ahogy a pásztorok, ugyanúgy ők is, de sokkal nagyobb ható sugarú körben hirdették, hogy a Messiás megszületett, az Isten fia. És ez a mindenkori missziónak is a lényege, hogy ezt a hírt vigyük tovább. Hiszen a napkeleti bölcsek története, az, bár így mondja a Biblia tudomány, hogy egy eléggé kiszínezett vallási történet, úgynevezett midrás, de nem alapok nélkül, hiszen maga a csillag is, még természettudományos eszközökkel is igazolható, hogy valóban megjelent Jézus születésének idején egy érdekes üstökös az égbolton a zsidóknak és a pogányoknak a csillaga, és ez a csillag mint egy jelezte azt, hogy a Messiás itt van, ahogy a proféták megígérték. Az a találkozás nem akármilyen találkozás volt. A találkozás lehet olyan, ami csak egy pillanatig tart, mint amikor az ember megy a metró lépcsőjén le vagy föl, és akkor egy másodperc erejéig megpillant valakit, ha nem ismerte, akkor abban a pillanatban el is felejti őt. De Martin Buber, a zsidó teológus mondja, hogy minden hiteles emberi találkozás valamiképpen teofánia, mert az az ember, aki saját képe az Istennek, hiszen Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, hogyha ilyen hiteles találkozás történik, és hiteles beszélgetés, ami már egy lélekcserével azonosítható, akkor az sokkal több, mint valami információnak az átadása, az már lehet a szeretetnek, az emberségnek olyan élménye, ami hasonlít a teofániához, az Istennel való találkozáshoz. És ők találkoztak Jézus Krisztussal. Nem voltak még tisztában azzal, hogy kicsoda is ő, bár az értelmük vezérelte, a csillagok láttán, hogy keressék az Istent. Goethe mondja, hogy minden valamire való nép az Isten keresők népe, és a történelem másról sem szól, mint végül is az Isten kereséséről. És ezért a pogányok szívébe is elültette Isten azt a vágyat, hogy őt keressék. De a hit volt az a szemüveg, ami közel hozta, láthatóvá tette azt, amit csak ők úgy homályosan fölfogtak, a hit, a Szentírás, az Ószövetségi Szentírás, hiszen azt olvasták Heródes papjai, már megvilágította Krisztus kilétét, és még ehhez jött az a
álom által kapott isteni kegyelem, az a belső ösztönzés, amire ők hallgattak. Mert érdemes hallgatni a jó álmokra. Van az esti imának egy olyan fajtája a szerzetesi hagyományban, hogy a gonosz álmok fussanak, és minden éjjel képzelet. De a jó álmokra tanítja a Szentírás, hogy oda kell figyelni. És akkor a belső sugallatokra odafigyeltek, ami egy álomban jött feléjük. A Mindenszentek litániájában imádkozzuk, hogy sugallataid elhanyagolásától ments meg, Uram, minket. Ha valami jó dolog eszünkbe jut, akkor azt ne hagyjuk parlagon. Akár, hogy egy embert meg kell látogatnunk, egy embernek jót kell tennünk, valakinek meg kell bocsátani, akivel haragba voltunk, vagy rossz viszonyba voltunk, és int egy belső hang, hogy ezt tedd meg, ne hagyjuk úgy csak elmenni, arra figyeljünk oda, az Isten az álmok útján is tud az emberhez szólni, vagy a belső sugallatokkal. Ők erre odafigyeltek, és aztán hát így találták meg Jézust, utána nem törődtek a hatalomnak az intéseivel, fenyegetőzésével, hanem hirdették az evangéliumot. Hát nekünk is a napkeleti bölcsek mintájára, példájára mennünk kell. Mi is kapunk csillagot az életünkben, mert nem a csillag irányította Jézust, hanem az Isten irányította a csillagot. A természettudományt is az Isten adja, és a természetnek a rendjét. Mi is kapunk csillagokat, álmokat, értelmet, hitet, kinyilatkoztatást, hogy hirdessük, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hiszen ez a kereszténységnek a lényege, mert ha Jézus Krisztus nem Isten, akkor minden elhomályosul ebben a világban. Akkor nincs sok mindenre magyarázat, de Jézus Krisztust elfogadjuk Istenként, akkor minden megvilágosodik. Ezért mi nekünk nem szabad feladni még más világvallásoknak a nem tetszése, esetleg is üldözése, támadása miatt sem azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Erről kell tanúságot tennünk a mai világban, és természetesen mindarról, amit Jézus Krisztus felnőtt nyilvános működése alatt tanított, tett, példát adott, és tanításával elmagyarázott. Ennél fogva láthatjuk azt, hogy még a napkeleti bölcsek története, de sem a karácsony, sem a napkeleti bölcsek története nem zárható be valami szép történet világába, hanem az feladatot ad. Követségre, misszióba indít bennünket. Különösen a mai időkben van erre nagy szükség, hiszen körülöttünk a világ egészen hasonlít Heródes udvarához, vagy nagyon ellenséges a kereszténységgel szemben, vagy olyan közömbös, mint Heródes papjai voltak, akik bár pontosan meg tudták mondani Mikiás alapján, hogy hol fog születni Jézus, de aztán nem érdekelte tovább őket. Hol fog születni, megmondták, nem indultak. A közönösség, a mulasztás bűnébe estek, mert nem csak gondolattal, szóval, cselekedettel lehet vétkezni. Épp a II. Vatikáni zsinat után a bűnbánat imába oda tették, hogy mulasztással, mert nagyon sok dologban éppen azáltal vétkezünk, hogy mulasztunk. Hogy a szülő nem ad példát, nem viszi a gyermeket el, nem íratja be a hittarra, nem neveli vallásosan, nem áll mögéje. Egy olyan mulasztás,
ami egy életre szóló lelkiismereti adósságot jelenthet számára. És sok minden lehet, amit mulasztással elvéthetünk. Hogy ne essünk ebbe a lustaság, mulasztás, közönösség hibájába, ezért nekünk azt a lendületet kell magunkévá tenni, ami a napkeleti bölcsekben volt, hogy nagy áldozatokra is képesek voltak, hogy messziről jöjjenek, anyagiakat áldozzanak, és utána annak továbbadói apostolai legyenek. 200 éves templom, amelyet ünneplünk, nem a falak ünneplése, az is, de sokkal több annál. Annak a közösségnek az ünnepe ez, amely Isten népe, és ide vasárnapról vasárnapra, és olykor hétköznap is eljön, találkozzon az Úrral, a találkozásból erőt merítsen, és különb emberként próbáljon távozni, mint amikor ide érkezett. Hát én ezt kívánom itt a Tasi Egyházközség híveinek, hogy legyen ez a jubileumi esztendő, a bicentenárium, a háladásnak, a megújulásnak, a töltekezésnek az éve, hogy abból a hídből, ami ezt a templomot megépítette, épüljenek, annak a hagyománynak őrzőivé váljanak, és az Isten kegyelmével tovább adói. Mert nekünk, mai keresztényeknek ez a feladatunk. A három napkeleti bölcs, akik a szentek közé vannak sorolva, bár a középkor kiszínezte történetüket, még nevet is adott nekik, de azok, akik vállalták az áldozatokat, és Krisztus hirdetőjé váltak, minden bizonnyal az Úrnál vannak. Legyenek égi közbenjáróink, példát adva a Krisztus követés, a Krisztus életének nyomában járása, tanításának megvalósítása és kegyelmének kérésében. Így legyen a mai szép ünnep igazi búcsúvá, lelki találkozássá és az Isten kegyelmének a forrása. Amen.